Szóval, hogy nagyon sok ilyen vélemény jött, hogy hát most, na, látszik. Na, most, most igazolódik, vagy ez egy lufi volt, ez most bedől, és hát az adatok nem teljesen ezt támasztják alá. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor mi is beszéljünk itt egy kicsit erről, hogy szerintetek mi is a helyzet most. Ugye az az alapkindulásunk, hogy pár amerikai autogyártó, Ford, GM bejelentette az elmúlt hetekben, hogy lassítja az elektromos terveit, és spórolni akarnak, és mondjuk a következő két évben kevesebb modellt, meg kevesebbet gyártanak, még a Maki termelésében is visszavesz a Ford kivett műszakokat. Aztán a Volkswagennél nél is lehetett hallani, hogy, hogy csökkentik a termelést a gyáraikban. Ilyen, ilyen hírek jönnek mindenhonnan, és, és akkor az a kérdés, hogy most akkor ez a villanyautós lufi végét jelenti Nekem egy dolog hiányzott nagyon a mi hírünkből is, meg úgy általában az összes ilyen sztoriból, amit a neten kering, meg a, a, a privát beszélgetésekből is, hogy oké, okay, hogy csökkent a, a kereslet a villanyautók iránt, de mi a helyzet a nem villanyautók kapcsán? Tehát, hogy ott mennyivel nőtt vagy csökkent a, a, a vásárlókedv, vagy vásárlási kedv, erről ugye van. Ugye a mi hírünkben azért, hát a mi hírünkben, az annyi benne volt, hogy ugye valóta legyen, hogy részei az általános autópiaci trendek vannak most, és nem nem bíranyautó specifikus. Ugye a, a, az autóeladások nőnek, de azért nőnek csak, mert nagyon mély pontról jönnek vissza, ugye a Covid-nál lement brutálisan az új autók értékesítése, Tényleg ilyen két év alatt szerintem 30-40 százalékos csökkenni melyik régióban a piac. És ugye innen jövünk vissza, és akkor jól hangzik, hogy 14 százalékkal nőtt, mert azért nőtt, mert még sehol nem vagyunk 19-hez képest, csak jövünk vissza a mélypontról. Viszont ugye azt nagyon sok helyről halljuk már egy jó éve, és most már azért első kézből is vannak elő információk, nem csak külföldi médiumokból, hanem mi is hallottunk ilyeneket magyar képviseletektől, hogy elfogynak az autóvásárlók, nem villanyautó, autóvásárlók először a magánszemélyek kezdtek el tűnni, aztán most már a cégek, ami nem azt jelenti, hogy nulla, de például a Német Autó Forgalmazók Szövetsége pár hónappal ezelőtt már 27%-os visszaesést mért az idejével első fél évében, mert nagyon magasak a hitelkamatok, közben nagyon magas az infláció is, tehát az embereknek kevesebb elköthető pénzük van, azt ráadásul magasabb kamatokon kéne visszafizetni a hitelt utána, és ezért egyre kevesebben vesznek autót. Tehát van egy ilyen alaptrend, ami nyilván a villanyautókat is érinti. Igen, és én, én privát beszélgetésekben, importőr-kereskedői az elmúlt hónapokban, mindig amikor szóba került ez, hogy, hogy csökken a, a igény a villanyautók iránt, akkor én megkérdeztem, hogy na, és mi a helyzet a hagyományos autókkal, és gyakorlatilag mindig oda jutottunk ki, hogy ja, igen, hát azok iránt is csökken a kereslet, tehát hogy, hogy ott sincs már akkora nagy kapkodás az autók iránt. Százalékokat nyilván nem nagyon mondtak, tehát hogy nem, nem osztottak meg annyira részleteket, de én, én inkább azt látom, hogy, hogy ez, a, ez a pénzügyi gond, amiket említettél, hogy, hogy infláció, meg magas kamat, meg ilyesmi, meg hogy az embereknek másra inkább, vagy másra költenek inkább, ez, ez nem csak a villanyautó specifikus, tehát akkor nem vesznek másmilyen autót sem. Nem? Hát és részben ez az egyik probléma. Ugye a Fordnál meg a GM-nél, amikor ezt próbáltak magyarázni, most miért Ugye azt tudjuk, hogy, bocsánat, hogy egyet még visszalépek, de már mindenki ilyen gyanúpere, amikor valami autogyártó bejelent valami bombasztikusat, mert ugye mit szoktak mindig a GM hatalmas offenzívát jelentett be pár évvel ezelőtt, hogy ők majd 2000, nem tudom én, 25-ig hány tucat villanyautót fognak bemutatni, minden típust. Volt egy lista, láttuk a Fordnál is nagyon komoly tervek voltak, -e, bár a Fordi azért egy kicsit realisztikusabb volt, meg ők kicsit, mintha fokozatosan akartak volna haladni, és nem egyszerre 30 modellt bemutatni és hát most nagyon nagy meglepetés mindenkit sokkal, hogy hát ezek a tervek nem valósulnak meg, és akkor ezt magyarázták azzal, hogy mert hát, és ez igaz, hogy nem tudják elég költséghatékonyan gyártani ezeket az autókat, ugye a Fordán látjuk, hogy egy Tesla Model 3 árát veszítik minden egyes villanyautón, és nyilván ez nem egy fenntartható dolog, de úgy voltak, hogy ezt pár évig le kell nyelni, aztán majd lesz ez jobb is. A GM-nél nem tudjuk a konkrét számokat, de hát hasonló volumen gyártanak, vagy néha kevesebbet is, mint a Ford, tehát valószínűleg hasonlóak a számok de hogy ezt ők valószínűleg a hagyományos autók eladásainak bevételéből és nyerességéből finanszírozzák, ugye. De ha a csökken a kereslet, akkor kevésbé lehet finanszírozni, és akkor el kell dönteni, hogy hitelt vesznek fel, vagy a készpénztartaléknak a terhére mégis maradnak az elektrifikációs terveknél, vagy meghúzzák a nadrágszíjat, és úgy néz ki az utóbbit választják. Üm, és hát ugye a volkswagen is, tehát ez nem csak amerikai története, a volkswagen is hasonlókat hallottunk, üm, és anélkül, hogy egy márkát szeretnék kiemelni, mert nyilván ez nem, meg a volkswagen is nagyon jó villanyos modelljei, de a másik ilyen logikai bukfence, amit felszoktam fedezni ezekben, a, az érvekben, hogy hát az, hogy X gyártó bejelentette, hogy csökkenti ezt a típust, vagy, vagy, vagy úgy általában a termés, az azt jelenti, hogy a villanyautókat nem akarja senki megvenni valaki nézzen már rá a BYD-nak az eladási számaira. Tudom, most a tesla volt egy kis visszaesés az eladásokban a második évhez képest, mert ugye volt a gyárlások, de idén 40 kal növelték az eladásaikat. Amerikában 50 kal bővült az elektromos piac egy év alatt, Európában is 40 valamennyi százalékkal, Kínában most csak 25-tel. Tehát ez nem azt mutatja, hogy a villanyautókat nem keresik, azt mutatja, hogy nem minden gyártó terméke versenyképes. Hát meg ezekből a számból nekem inkább az jön le, hogy nem nő most per pillanat ugyanazzal az ütemmel, ahogy korábban nőtt. Na de nőtt, tehát nem arról van szó, hogy hop, most megállt az eladás, és most már senki nem vesz autót és helyettük mindenki dízelt vesz. Hát voltak azért olyan évek az autópiacon, nem is annyira régen, amikor egy ekkora, vagy akár egy ilyen volumenű növekedésnek csak a felé már mindenki a popóját verdeste volna a földhöz, hogyha éves szinten ennyit nő a kereslet. Csak ugye mindig mihez viszonyítunk. Ez szerintem most is így van a, a hagyományos autóknál. Az a probléma, én olvastam pár kommentet a legnagyobb közösségi oldalon, például ez a cikk alatt is, és számomra tök ennek a társadalmi vonatkozása, hogy a, az emberek egyszerűen képtelnek különbséget tenni a saját véleményük és a tények között, és, és ilyenkor, amikor bele tudnak kapaszkodni egy hírbe vagy egy hírnek a címébe, akkor azonnal önigazolásként kezdik el használni, és, és tulajdonképpen ez okoz egy csomó olyan konfliktust, ahol ahol nem, nem, működnek nagyon az észérvek, és az emberek egész egyszerűen nem tudnak kritikusan, vagy nem akarnak kritikusan, főleg önkritikusan gondolkozni, nem néznek utána a dolgoknak, nem fogadják el a tényeket, hanem ilyenkor mindig ugye erről kerül a kassa meg a szabja, hogy na látjátok, én megmondtam, lehet önigazolásra használni, és ez szerintem probléma, de ugye, ha megnézzük, hogy most az elmúlt, tehát tökre mindegy, hogy az elmúlt negyed évet nézzük meg, az elmúlt egy évet, az elmúlt öt évet, vagy az elmúlt tíz évet nézzük meg, a piacon alapvetően a villanyautóknak, meg úgy általában az elektrifikációk újráti kereset, ez mindenhol növekszik. Most az, hogy milyen nyilván százezernyi magyarázata van ennek, de ha azt nézem, tudok egy nagyon-nagyon logikus és magyarázatot is adni, aki az elmúlt három évben akart, autót venni, az lecserélte. És ha megnézzük, hogy például az új autóknak hány százalékát veszik cégek, vállalatok, ők most akarnak flottát cserélni? Nem biztos. Lehet, hogy kitolják a következő beszerzést, lehet, hogy még éppen a, valahol a, a, a flottának, az élettartvának a felénél tartanak, de például ez egy izgalmas kérdés lehet, hogy akik a villanyautó választottak, most hányan fognak majd visszaölni a hagyományosba. De ezt meg fogjuk látni nyilván a következő 1, 2, 3, 4, 5 évben, csak mindenki úgy állítja be, mintha most teljes hátraarcot benne a piac, és majd akkor hónap utántól megjön a hidrogén. És hogy mi Igen, Mondtátok, hogy 4 öt év mire ez kiderül, lehet, hogy nem kell ennyire sokat várni egyébként erre, mert a másik, ami ebben a címen szerintem fontos volt, vagy amit fontosnak éreztem, hogy Mindenki mondjuk a BYD-nek vagy a tesla a mostani eladási számait veti össze a többi hagyományos gyártónak az eladási adataival, de ez a két cég nagyon rövid határidővel dolgozik, pár hét két, hat, hét szállítanak autókat, nyilván a BYD-nek Kínába ide kell hozzá, nem biztos, hogy ilyen gyors még, de Kínában házon belül mindenképpen, és a hagyományos gyártotnál jóval hosszabb volt a várólista. Emlékeztetek vissza a Covid alatt ilyen 12-18 hónapokra is hallottunk, én most megnéztem pont ezért, hogy megint csak valami adattal a szuka, csak a támaszok csak a nézéseinkkel. A a, a német oldalán találtam hogy a listát, hogy ők frissítik rendszeresen, hogy melyik típusnak mennyi a szállítási határdeje a nagy gyártóknál nagyon nagy a szórás. Láttam párat, ami 2-4-6 hónapra volt, de a többség az 6 hónap fölött, és volt jó pár, ami mindig 12 hónap fölött volt. Tehát magyarom azt látod, hogy mondjuk valamelyik gyártó rekord elektromos autó eladást jelent, ami náluk lehet azt jelenti, hogy 50 ezer 80 000 adtak el, és akkor örüljünk, az még nem a mostani megrendelése volt, az fél évvel vagy 12 hónap előtti megrendelése volt. És amit nagyon sokszor mondtak már szakértők, hogy majd az idei harmadik és inkább negyedik negyedében kezdenek kifutni ezek a megrendelések, és jövő év első felében fogjuk az igazi problémákat látni. Na szerintem ott már azért látszani fog, hogy tényleg arról van ez szó, hogy úgy unblock a nem keresik, mert akkor minden gyártónál csökkenni kell a keresletnek, vagy arról lesz szó, hogy lesz egy pár gyártó, amelyik kevesebbet ad el, mert kevesebb megrendelés érkezik az ő autóira. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a rövid videót. Ez természetesen csak egy részlet volt a szokásos villanyóra podcastból, amit megtaláltak a villanyotosok extra csatornán teljes másfél-két terjedelmében minden héten. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!